Június 8-án mutatták be a Szőlő és bor Biatorbágyon című kötetet a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Városunk nemrég csatlakozott az Etyek Buda borvidékhez, és az olyan kezdeményezések, mint a pincetúrák vagy a kistérségi borversenyek után elérkezett az idő, hogy Bia és Torbágy borászatának történetét írásban is feldolgozzák. A könyvemutatón Szádváriné Kismária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója beszélgetett az ötletgazda Szabó Lipka Tímeával, aki egyben a Bia Veritas Egyesület elnöke is, illetve Szabó Mátéval, a kötet egyik fotósával és magával az íróval, Bihari Zoltánnal. Az eseményt hivatalosan Nálási Kézi Tamás, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg, aki beszédében méltatta a könyv helytörténeti jelentőségét. A Szőlő és bor Biatorbágyon című kötet Biatorbágy helytörténetének egy olyan szeletét tárja elénk, amelyik eddig ilyen széles körben és ilyen összefogott módon egyetlen helyi kiadványban sem szerepelt. Szabó Lipka Tímea az ötlet keletkezésének körülményeiről is mesélt. Egyre többen kérdezték tőlem, hogy és ugyan meséljek már a borászokról, meg ugyan meséljek, hogy ki mit csinál, és ki kicsoda. És akkor rájöttem, hogy én csak annyit tudok mindenkiről, amit az én életemben, meg a gyerekkorom óta, akiket megismertem. És akkor gondoltam, hogy én is kíváncsi vagyok, hogy mi történt a pincékben, a több generációs pincékben, hogy szülőről, apáról, anyáról, dédapáról, dédanyáról, stb. Öröklődtek a pincék, és hogyan készültek a borok. Úgyhogy megszületett egy ilyen gondolat, hogy kellene egy ilyen könyv, és biztos, hogy érdekes lenne Biatorbágynak, mert egy olyan értéket képvisel az Ürgehegyen ez a pincesor, meg ezek a családi pincék, amit meg kell, hogy mutassunk nem csak a helyieknek, magunknak, hanem akár kijebb is. Bihari Zoltán a kötet és az együttműködés megszületéséről beszélt. Amikor készítettük a Nagybor könyvet, amit egy szegedi könyvkiadóval ilyen 800 oldalas könyv volt, amit sokan önvédelmi eszköznek neveztek. Abba írtunk egy anyagot a Bia Veritas Egyesület munkájáról, és itt az ürgehegyi pincékről. És hát tulajdonképpen ennek a közös munkának a kapcsán osztotta meg velem Timi azt, hogy van az ő fejében egy ilyen álom. Szabó Máté a fotóanyag elkészítésével kapcsolatos érzéseit és gondolatait osztotta meg az egybegyűltekkel. Ez egy óriási élmény, főleg, hogy tényleg ez egy nagyon minőségi munka. Én nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen hosszú lesz, mert azért 250 oldal azért ez nem kevés, és élmény volt viszont látni a képeket, amiket készítettem. A könyv megszületéséhez hozzájárult még Szabó Ferenc további fotókkal, Ercsei Dániel és Horváth Imre lektorálással, Szónoki Beatrix pedig a borítóval és a kötet tervezésével. A megjelenést támogatta városunk önkormányzata, az Értéktárbizottság, illetve Kemenes Edit és Kocsis József. Személyes visszaemlékezésekből, helytörténeti vonatkozásokból és több évszázados családtörténetekből áll össze a helyi borászat egyetlen egészé, amely tény, hogy csupán egy apró szelete annak, amit Biatorbágyként ismerünk, de ez újra felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi apró és varázslatos dologból áll a hely, ahol élünk, és amit mi, Biatorbágyiak töltünk meg élettel.